Sok szeretettel köszöntjük az egybe gyűlt közösséget. Kezdjük meg Isten tiszteletünket, és énekeljük az új énekeskönyvből a 600-as éneket. Szombatba hajló halkony jő. Akik megtehetjük, hajtsuk meg térdeinket, és úgy imádkozzunk. Mennyei jó atyánk, hálás szívvel borultunk le színet, és megköszönjük, hogy az elmúlt héten is velünk voltál. Köszönjük az életet, az egészséget, és köszönjük, hogy most megajándékoztál újból egy újabb szombatnappal. Adjad, hogy meg tudjuk szentelni úgy, ahogy te elvárod mi tőlünk, mi gyermekeidtől. Ezen a napon is szeretnénk közelebb kerülni te hozzád. Szeretnénk áldásaidban részesülni. Ezért meghívunk, hogy légy a legkedvesebb vendégünk e szombatnapon keresztül. Kérünk, áld meg igét szólóját, és adjad, hogy amit el fog hangzani, azt be tudjuk fogadni, és segíts, hogy azt szerint is tudjunk élni. Segíts, hogy tiszta szívből, szeretetből tudjunk tenéket szolgálni, és segíts, hogy fel tudjunk készülni a veled való találkozásra. Megkérünk, légy a gyülekezet időseivel, betegjeivel, ha akaratodda megegyezik, éreztes velük is szombatnapi áldásodat. Mindenek felett legyen meg szent és dicső akaratod, nem a mi akaratunk. Amen.
Az Úr Jézus nevében szeretettel köszöntelek, és énekelve az éneket is, köszönjük a bátorságot, a lendületet is, hogy eszembe juttatta, hogy héten arról beszélgettünk, hogy milyen jó, hogy a gyerekeknek minden héten van egy ünnep. És erre azt válaszolja Zsuzsa, hogy hát nem csak a gyerekeknek. Tehát mindannyiunknak van egy csodálatos ünnep, a szombat, és hétről hétre meg tudjuk ünnepelni, át tudjuk élni azt, hogy a hétköznapok fölé emelkedünk. Azt, hogy van más is, még itt a Földön is. És aki ezt nem tudja megélni, az nagyon hiányos. Aki viszont ezt megtudja, az nagyon áldott. És a Jóisten neve is legyen áldott ezért. Megkérem a technikus munkatársakat, hogy a előkészített anyagot kérlek szépen, hogy igen, köszönöm. A ma esténi elmékelésünknek a címe Immanuel. Ha kellene válaszolja erre a kérdésre, hogy miért, milyen értelemben van Isten velünk, akkor mi volna a válasz? Az Ószövetségben nem volt Isten az ő népével, hanem az Úr lett volna velünk, hogy mondja a Zsoltár író. Akkor végünk lett volna, ugye? Tehát az Ószövetségben is ott volt a Jóisten velük. Most jobban velünk van, mint ahogy akkor volt. Vagy valóságosan tapasztaljuk azt, hogy tapasztalod azt, hogy a Jóisten veled van? Két igét választottam, talán apró, de mindkettőt kívülről tudjuk. Az egyik Ézsaiás könyve 7. fejezet 14. verse. Ézsaiás könyve 7. fejezet 14. verse így hangzik. Ezért maga az Úr ad jelt nektek, ime a szűz fogan méhében, és szül fiat, és Immanuelnek nevezik őt. És ezt az ígét idézi Máté is, ime a szűz fogan méhében, és szül fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, ami azt jelenti, velünk az Isten. Figyeljünk fel erre a többes szám első személyre. És azt, hogy ki mondja. Ez nem egy kinyilatkoztatás, hanem ez egy hitvallás. Nem úgy fogalmazódik meg, hogy Isten azt mondja, hogy veletek vagyok, bár így is nagyon erőteljes és reményteljes, hanem úgy fogalmazódik meg, hogy mi mondjuk az emberek azt, hogy velünk van. Ha az első egy ígéret, amely próbálja az embert bátorítani, akkor az utóbbi a felbátorodott embernek a hitvallása, a meggyőződése, hogy velünk az Isten. Gedeon
történetének. Emlékszünk a kapcsolódó pontjára ehhez a kifejezéshez? Ekkor megjelent az Úrnak angyala, és mondta neki, az Úr veled, erős férfiú. Gedeon pedig mondta neki, kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Elhangzik ez a kijelentés, ez az ígéret Gedeonnak, ugyanaz az Immanuel kifejezés, és azt mondja, az angyal megszólítja, és azt mondja, hogy az Úr veled van, erős férfiú. Gedeon éppen lopva csépeli a búzát. És jön a válasz, azt mondja, hogy az Úr velünk van. Hát így néz ki az az ember, így néz ki az a nép, akivel az Úr vele van. Hát akkor miért lopva csépelem a búzát? Hát a helyzetem úgy néz ki, mint akivel vele van az Isten. És ugye sokszor adódik azért az életünkben egy betegség nyomán, egy veszteség kapcsán, egy különleges helyzet folytán, hogy az ember azt mondja, hogy velem van még a jó Isten. Figyeljük meg, Gedeon történetéből először azt tanulhatjuk, hogy az Úr akkor is vele van, amikor a körülmények nem kedvezőek számára. A körülményektől függetlenül, a külső eseményektől függetlenül mondja Isten azt, hogy vele van. De akkor mire tudunk alapozni, amikor azt mondjuk, hogy velünk az Isten? Ha az életünkben teljesen másképpen látszik, akkor mire tudunk alapozni, mondva, hogy velünk van az Isten? Hadd egy kicsit ennek az ézsaiási versnek a kontextusáról elmélkedjünk. Az 1960-as években készült ez a festmény, Harry Andersonnak a festménye. Úgy rajzolja meg Ézsaiást ebben a pillanatban, úgy festi meg Ézsaiást ebben a pillanatban, mint aki ugye öregkor oda van hajolva a tekercs felé, és amikor írja az Ézsaiás 7.14-et, akkor, hogy ő már látja a Józsefet, Máriát, látja a Jézust, látja bárányt. Vajon Ézsaiás, amikor megírja ezt az ígét, azért jelt ad nektek az Úr maga, íme szűzfogan méhében is szül fiat, és nevezi Immanuelnek. Látta Ézsaiás azt, hogy ez Jézus Krisztusban teljesedik? A történelmi kontextus nagyon érdekes. Ugye dél és észak, tehát Júda és Izrael kétfele szakadnak Salamon uralkodás után, állandó civódás, állandó a veszély között, a vívódás közöttük. És egy adott pillanatban, Ézsaiás idejében, pontosabban Akáz király idejében, mert Ézsaiás több királynak a idejében profétál, arra gondol Izrael, hogy szövetkezik Szíriával. Júda ellen. Arra gondol az egyik testvér, hogy szövetkezik a másikkal. Úgy olvassuk az ígét, és lőn a Júda királyának, Akáznak, az Uziás fiának, Jótán fiának napjaiban eljöve Recsin, Szíriának királya, és Remajnak fia, Peka, Izraelnek királya, Jeruzsálem ellen, hogy azt megostromolja, de nem veheti meg azt. És hírül vivék a Dávid házának, mondván, Szíria Efraimmal egyesült, és megindult a szíva a népnek, mint amikor megindulnak az erdő fái a szél miatt. Tehát egy ilyen remegő helyzetbe kerül a déli királyság, mert összefogott Észak Szíriával. Hadd bocsássam előre azt, hogy Ézsaiás, amikor ezt az ígét írja, hogy szűzfogan méhében is szül fiat, nem Jézus eljövetelére gondol. Nem Máriára gondol. Valami más foglalkoztatja őt akkor. Tehát a kontextus az, hogy testvér testvér ellen harcol. Az északi király a déli ellen. Megtámadja egyik a másikat. Ugye Isten gyermeke soha nem támad.
azt írja Pál a Galata levélben, hogy a test szerint született üldözte. Tehát a test szerint, a testi az, aki üldöz. A lelki ember nem üldöz. A lelki emberben nincsen üldözési mánia, vagy üldözési, nem is mánia, hanem hajlam, vagy szokás. Ma is igaz, hogy az, aki üldöz, az nem Istentől van. Sokszor a provokátor sem nyilván. A második hiba pedig az, hogy a maga mellé veszi Szíriát. Tehát nem csak, hogy üldözi a testét, hanem úgy oldja meg ezt a helyzetet, hogy van egy belső vívódás, és kifele kiált segítségért. És ahelyett, hogy megoldanák maguk között, valakinek kívülről kéri a segítségét. És az ember ilyesmire is hajlamos. Az elmúlt héten beszélgettem egy nyugdíjas református lelkipásztorral, és elmondta azt, amit valószínűleg egy adventist is elmondhatott volna, hogy a kommunista évek alatt voltak olyanok, akik nem csak hogy írtak, hanem hogy felajálták, hogy írnak a testvére ellen azért, hogy ők előbb jussanak. Tehát a külső szövetségessel próbálták a belső pozíciót megerősíteni. Semmi új nincsen a nap alatt, itt is az történik. És ekkor mondja az Úr, és ekkor mondja a próféta Judának, hogy születik egy fiú, az ő neve Immanuel lesz, ami azt jelenti, velünk az Isten. Tehát egy ilyen helyzetben, ahol a testvér nyomja el a testvért, ahol külső segítséghez folyamodnak, Ézsaiás idejében hangzik el ez az ige először, hogy a szül a szűz fiat, és az ő neve Immanuel lesz. Ézsaiás akkor nem Jézusra gondolt, hanem arra gondolt, hogy vagy az Úr azt mondta neki, hogy meg fog születni egy gyermek, ameddig ő felnő, 20 év alatt, a Jóisten meg fogja szabadítani Judát Izraeltől. A náci katonáknak az övükön tudjátok, mi volt felírva. Ez egy katonai öv. Velünk az Isten. Ők is ezt mondták. Velük az Isten. Velük volt a jó Isten? Éppen velük volt. Az északi király is mondhatta volna, hogy vele van a jó Isten. Velük van. Éppen velük volt. Mit jelent az, amikor Jézus lejött, hogy velünk legyen? A Jézus élete című könyvből egy néhány gondolatot kiemeltem röviden, hogy megértsük azt, hogy milyen értelemben kell vennünk, hogy Isten velünk van. Hogy mit jelent ez a kifejezés, hogy Isten velünk van. Tehát visszatérve az előző ígére, igen, Ézsaiás korában azt jelentette Immanuel, hogy egy gyerek fog születni, és az, amikor felnő, megszabadulnak. Viszont maga az az ige, hogy szűz fogan méhében, túlmutat az Ézsaiás korán, és ezért ragadja meg Máté, és mondja azt, hogy ez Jézus Krisztusban teljesedik, tehát a szűztől való fogantatás az csak Jézus Krisztussal történt meg, tehát ezért mutat túl az Ézsaiás korán ez az ige. De mit jelent ez az ige, hogy velünk az Isten? Ellen White azt írja, hogy Jézus eljött a bűn sötétjében bolyongó világunkba, eljött a bűn sötétjében bolyongó világunkba, hogy bemutassa Isten szeretetének világosságát, hogy legyen velünk az Isten. Ezért jövendőlték róla, hogy nevét Immanuelnek nevezik. Figyeljük meg ezt a mutatószót. Ezért jövendőlték Jézusról, hogy Immanuel lesz. Miért?
Milyen értelemben lett velünk az Isten Jézus eljövetelével? Azt mondja, hogy ezért jövendőlik róla. Miért? Mert eljött, hogy bemutassa Isten szeretetének világosságát. Tehát az a kép, amelyet Jézus eljött és lehozott a mennyből, az atyáról, az a kép az emberrel nem volt vele. Az a kép ebből a világból hiányzott. Az a kép Jézus eljövetele előtt ebben a világban teljesen más volt, teljesen torz volt. És azt írja Ellen White, hogy az, hogy Jézus neve Immanuel, elsősorban azt jelenti, hogy hozott magával egy képet a mennyből. Az atyáról hozott magával egy képet ebbe a világba. És Jézus eljövetelétől kezdve ebben a világban itt van egy kép. És itt maradt egy kép. Itt maradt a szentírások alapján egy kép a jó Istenről, amellyel a régiek nem rendelkeztek. És ez a kép arról szól, hogy Jézus megismertette ővelük a te nevedet. Megismertettem ővelük a te nevedet. Tehát megismertettem az emberekkel, mondja Jézus, az atyának a nevét. És milyen ez a név? Irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Hogy az a szeretet legyen ő bennük, amellyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek. Ez a kép Jézus eljövetel előtt ebben a világban nem volt. Ez a kép csak Jézus eljövetel után lett. Ez a kép elsősorban jelenti azt, hogy velünk az Isten. Lehetett volna a jó Isten ellenünk is, nem? Tehát az lett volna logikusabb, hogy a jó Isten ellenünk legyen. Teljesen természetes lett volna, hogy ellene legyen az embernek. Vagy lehetett volna a jó Isten nem velünk, hanem fölöttünk. És ne avatkozzon be abba, ami itt történik a mi világunkban, a mi életünkben. De velünk lett. Elhangzik néha az a gondolat, hogy a jó Isten maga nélkülünk is meg tudná oldani az ő dolgait, és igaz. De úgy döntött, hogy a tékozló fiúnak mennyit adott oda a vagyonából? Mennyit? Felét, ugye? Tehát odaadta felét. És a másik felét kinek adta? A másik fiúnak. És a tálentumok példázatában a gazda mennyit adott oda a gyermek a szolgáinak? Mennyit? Mindent. Tehát az atya nem egy olyan atya volt, aki azt mondta, hogy na most hagyom a gyereket. Most ez ilyen volt, ezzel nincs kivel beszélgetni. Na hagyjuk. Hagyjuk magára. Hanem bejön, szétosztja a vagyonát, odaad mindent, és ott van, és ott marad az emberiséggel. Tehát belép, és apa szempontból is ez nagyon elgondolkoztató, hogy belép, vagy szülő szempontjából szétosztja a vagyonát, kiszolgáltatja magát, és ott marad az emberrel. A második ok, vagy a második értelem, ahogyan a jó Istent lehozta Jézus. Ugye az első ez, hogy egy képet hozott róla. És melyik ez a kép? Az atyának a képe, ugye? Tehát ennek a szerető atyának a képe nem volt eddig a világunkban. Ahogy Jézus lejött, lehozta az atyának a képét, aki várja vissza a gyermekét. A második értelem, ahogyan Jézus lehozza az atyát, lehozza az Istent, és velünk van, azt írja Ellen White, hogy abban van, vagy abban áll, hogy összekapcsolja a mennyet a földdel. Emberi volta, az emberi család közösségébe vonta Krisztust. Isteni lénye pedig Isten trónjához kapcsolta. Egy lánc. Egy lánc, amelynek van három láncseme. Középen Krisztus, és két oldalt egy-egy láncsem. Az egyik láncsem az atya,
és a másik láncem az ember. És ez előtte nem volt. Tehát Jézus az ő emberi természete folytán annyira összekapcsolja az embert Istennel, az emberiséget Istennel, hogy soha többé ez semmi eltépni nem tudja. És nézzük meg, hogy miért teszi ezt. Mint emberfia példát adott az engedelmességre. Mint Isten fia erőt ad, hogy engedelmeskedni tudjunk. Tehát Isten fiaként erőt ad az engedelmességre. Emberfiaként példát ad az engedelmességre. Ezt az ember Jézus eljöveteléig nem tudta. Sem azt nem tudta, hogy mi a példa, amit neki követnie kell, sem pedig azt nem tudta, hogy mi az az erő, amivel az ember rendelkezett. Jézus eljövetelekor példát adott az embernek emberfiaként, és erőt ad az embernek Istenfiaként. Ezt az egy mondatot újból felfrissítve magunkkal visszük, akár elég ma este. Élete tanúsítja, hogy mi is engedelmeskedhetünk Isten törvényének. Tehát Jézus Krisztus élete azt tanúsítja az embernek, hogy az ember azáltal, hogy Jézus belépett a mi természetünkbe, és végigvívta a csatát, élete tanúsítja, hogy mi is engedelmeskedhetünk az Isten törvényének. Ez Jézus eljövetele előtt homályos volt. Jézus eljövetele után erről a homály eltűnt. A vagyok küldött engem ti hozzátok. Ez volt Izrael szabadulásának záloga, amikor emberekhez hasonlóvá lett, akkor is azt mondta, hogy én vagyok. Tehát Jézus, ő volt a vagyok. És a vagyok felvesz egy olyan formát, amelyikre azt mondja az írás, hogy lett. És ebben a formában emberekhez hasonlóvá lett, az örök jelen egyszer ott áll az, és azzal a gondolattal találkozik, hogy egy pillanat múlva már csak voltam. Tehát gondoljunk bele, az örök jelen, az örök vagyok, lesz, és egy adott pillanatban megjelenik az a gondolat, hogy csak történelem lesz tovább. Az a pillanat, amikor Jézus nem lát túl a síron. És ez a vagyok, az, amely, az, aki tanúsítja, hogy mivé válik az ember azáltal, hogy összekapcsolta ő Istennel önmagát. Egy záróképet ragadjunk meg, de hadd előtte összegezzük. Tehát Immanuel, velünk az Isten. Elsősorban azt jelenti az Ószövetség idején, hogy az Isten egy nagyon nehéz helyzetből Izrael népének szabadulást ígér, és be is váltja az ígéretét. Másosorban azt jelenti, hogy a szűz az Ószövetségben nem szülte meg az Immanuelt. Az Új Szövetségben maga Mária a szűz, aki megszüli. És két dologban lett Jézus más, merőben más. Két dologban lett az Isten merőben másképpen velünk, mint ahogy az Ószövetségben volt. Egy olyan képet hoz le, amilyennel az emberiség nem rendelkezett korábban. Van egy képünk Istenről. Az ószövetségi ember nem mondhatta, hogy az Isten kép így vele van. És a második, Jézus úgy kötötte össze az emberiséget önmagával, hogy azt többé széttépni senki nem tudja. Elhozta az áldást az emberiséghez. Egy gázvezetésnek a művelete van a képen. Ezzel azt szerettem volna szemléltetni, hogy a gázcsövet elvezetik minden kapuhoz. Tehát nincs kivétel, minden háznak a kapujában ott van. Így hozza le Jézus az atyát mindannyiunkhoz. De onnan a kapuból mindig ugye van egy történet,
ami vagy így, vagy úgy folytatódik. Vagy rákapcsolódunk erre az áldásra, vagy nem kapcsolódunk rá. Velünk van az Isten. A kérdés, vagyunk-e vele? Bekapcsolódunk-e, rákapcsolódunk-e ő rá, aki itt van? Ő rá, aki a szeretetével van itt, ő rá, aki a hatalmával, az erejével van itt. Rákapcsolódunk-e erre az áldásra? Hadd legyen egy elmélkedésnek a tárgya. Arra, aki lehozta a legszebb képet az Atyáról, és arra, aki összekapcsolta magát az emberiséggel, rákapcsolódok-e én is? Isten velünk van, de vagyunk-e mi is az Istennel? Segítsen a Jóisten, hogy értésünkre, gondolatunknak, és akár az érzelmeinknek is az építésére legyen az Immanuel. Amen. Meghívom a közösséget, hogy énekeljünk együtt is a 105-ös éneket az adventista énekeskönyvből. Úr Jézusunk, te eljöttél. 105-ös.
Valljuk, Úr Jézusunk, éneklésünkkel, hogy Te vagy a mi üdvösségünk, és Szent Lelkedet kérjük, hogy vallhassuk az ígét is, hogy velünk van az Isten, akkor is az élet másképpen alakul, de velünk van, hiszen abban a képben, amelyet lehoztál, mutatod, hogy milyen az Isten. Olyan, hogy mindig velünk van, nem ő távozik el, nem az ő karja rövidül meg. Köszönjük, jó atyánk, hogy így ismerhetünk tégedet. Mint aki odaadtad az egyszülött fiadat, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Köszönjük, hogy mindent odaadtál. Áldott Úr Jézus, köszönjük, hogy addig folyt a véred, amíg már nem volt több, ami kifolyjon, és a víz megjelenése jelezte, hogy az utolsó cseppet is odaadtad érettünk. Ahogy vér majd víz folyt a te oldaladból, magasztalunk tégedet, Urunk, hogy ezzel a képpel rendelkezhetünk rólad, és azért, hogy mindenben példát is adtál, és mindenfölé erőt is adsz. És arra kérünk, Urunk, hogy mindezekhez hitet adjál nekünk. Hogy hittel éljük meg mindazt, amit megértünk a te kegyelmed által. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Köszönjük, hogy magasztalhattunk, hogy ígét körül lehettünk, hogy együtt lehettünk. Amen. De tudjuk azt is, hogy az Isten fia eljött, és értelmet adott nekünk arra, hogy megismerjük az igazat. És mi az igazban, az ő fiában, Jézus Krisztusban vagyunk. Amen.